Sokszor van ez egyébként, hogy csak úgy napközben eszedbe jut, hogy ott van melletted, és megszólítod. Én szoktam ilyet csinálni, hogy amikor látom, hogy ilyen rázósabb helyzet van, mondjuk jövök reggel az iskolába, persze későn indulunk, szoktuk, és akkor így azon gondolkodom, hogy amikor be kell majd kanyarodni ott a Szabi térnél, Nagy évben, hogy ne jöjjön senki. És azt szoktam mondani, hogy köszi Uram, hogy ez így összejött. Az öt új, az az imád, öt imádság formának mind a megjelenését. Tehát, hogy végigmentem ezen az öt, a kérő, a könyörgő, a hálaadó, az Isten dicsérő és másokért közben járó, másokért imádkozó imádságokkal. Ez is egy nagyon fontos, hogy ne csak mindig kérjünk, hiszen Isten nem egy automata. És megértitek már, hogy így kértetek, mondjuk nem tudom, dolgozatnál, tök béna voltam. Én voltam olyan, hogy miatt megnéztem az E-krétába jegyeimet, elmondtam a mi atyánkat, és megnéztem, és ötös lett. Aha. Például, hogyha nem tanultam valamire annyi sokat, és aztán megírtam ugye a dolgozatot, és valahogy mégis sikerült, hogy ötös, négyes ötös legyen az a dolgozat. De ilyenkor jegyér imádkoztok, vagy azért, hogy eszetekbe jusson? Eszünkbe jusson. Aha. Én nyelvvizsgám előtt voltam így, hogy rendkívül féltem, és tényleg kikeltem az ágyból, és így remegtek a térdeim. És hát hogy is fogalmazzak, mint az ilyen vallásos filmekbe kb. Leborultam, és imádkoztam, hogy legyen meg, könyörgöm, és az a legdurvább, hogy szerintem körülbelül ezen múlt, hogy meglett. És utána tényleg következő vasárnap el is mentem templomba, és ott is könyörögtem, és emlékszem, amikor kaptam az e-mailt, hogy igen, teljesült, és átmentem a vizsgán, körülbelül ilyen sírtam, hogy tényleg, hogy van isteni közbenjárás. Ha imádkozunk, akkor többféle megszólítást is szoktunk tenni, szoktuk ugye azt mondani, hogy imádkozunk az Istenhez, a Teremtő Atyához. Aztán szoktuk azt mondani, hogy ezt a Jézusra való tekintettel add meg nekünk. Hogyha végig gondoljuk az evangélikus Isten tiszteleti liturgiánkat, akkor számotokra van-e olyan része az Isten tiszteletnek, ami imádságként tud megfogalmazódni? Szerintem az énekek ebbe a kategóriába tartoznak. Főleg, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretek énekelni, hangszerekkel játszani, nagyon közel áll a szívemhez, ezért ez egy olyan módja az Isten megszólításában, ami nekem tényleg azt érzem, hogy Isten jelenlétében lehetek. Nekem talán ott jelenik meg az életemben Isten, amikor a szépséget látom a világban, hogy a teremtett világban tulajdonképpen sétálva például nagyon szeretek hegyet mászni, és ahogy például a fák között átszűrődik a napfény, vagy amikor festek, vagy ilyesmit csinálok, hogy szinte érzem azt az isteni erőt, hogy tényleg így a fényében úszni, és nem gondolni semmi negatívra, csak így egyfajta ilyen különleges lelki állapotba kerülni, és érezni a közelségét. Fellépéseim előtt mindig érzem, hogy mellettem van, és támogat, hogy ez a fellépés jól sikerüljön, és ne roncsak például az éneklésben, vagy akár a táncban is. Én megértem azt, hogy könyörögtünk valamiért, vagy kértünk valamit, és nem teljesült egyből. Tehát, hogy nem működik, mint a Rudi automata itt a bejáratnál. Volt valami, igen. Na, mesélj! Elég sok. Hát én elég sokszor szoktam imádkozni, és valamikor azt érzem, hogy tényleg nem azért nem segít, úgymond, hogy nekem rossz legyen, hanem ezzel is tanítani akar engem. Vagy lehet, hogy mondjuk nem úgy kapjuk vissza a kérésünket abban a formában, ahogy mi azt várjuk, és lehet, hogy kell egy kis idő, amíg meglátjuk, hogy mégiscsak teljesült a vágyunk. Igen, a Bibliában van ilyen, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utam nem a ti utaitok. Hogy mi lehet, hogy azt gondoljuk, hogy erre most van szükségünk, meg így van szükségünk, és ha megkapnánk, akkor az lehet, hogy teljesen más irányba fordítaná az életünket, vagy lehet, hogy egy ilyen automatizmus alakulna ki az Isten felé való elvárásokban. De amúgy néha türelemre is tanít az Úr ezáltal bennünket, de van olyan, amikor tényleg nem is kapjuk meg azt, amire vágytunk, de ez is a javunkra válik, mert több mint valószínű, ha ez bekövetkezik az életünkbe, rosszul jöttünk volna ki ebből. És sokszor óvó, védő szándékból nem történnek úgy a dolgok, ahogy mi szeretnénk. És ezért például szerintem nagyon nehéz teljes hittel azt mondani, amit a mi atyánkban mondunk, hogy legyen meg a te akaratod. Mert az borzasztóan nehéz Isten kezébe tenni teljes mértékben az adott helyzetünket.